A megmérettetésen résztvevő családokat Varga Gyula, Vámosújfalui Általános Iskola igazgatója üdvözölte, aki fontosnak nevezte az ilyen eseményeket, hiszen ezen a napon együtt van a család. Továbbá közösségformáló erővel is bír ez a rendezvény, mivel másokkal is megismerkedhetnek a résztvevők. Tavaly ősszel már rendeztek az oktatási intézményben próbafordulót. Ez már nagyon hosszú évekre nyúlik vissza a mi kapcsolatunk a rendőrséggel. Nem tudom pontosan megmondani, hogy hány évvel ezelőtt kezdtük el, és közösen minden évben minimum egy közlekedési vetélkedőt meg szoktunk szervezni. Ez az éven már a második lesz. Volt ősszel, október hónapban egy, amelyre ugyancsak meghívtuk a családokat. Örömömre szolgál, hogy az őszihez képest most sokkal több szülő és család jött el, és képviselteti magát, és bízom benne, hogy ezt a hagyományt, amit elkezdtünk sok évvel ezelőtt, tovább tudjuk majd folytatni, és hát ebből következik, hogy természetes volt, hogy a felkérésnek eleget teszünk, amit a rendőrség felénk irányított. Mit jelent ez a gyerekeknek, illetve a szülőknek, hogy együtt versenyezhetnek? Mi a célja ezeknek a versenyeknek? Hát többféle cél is lehet, vagy megfogalmazhatunk. Egyik cél talán a mi szempontunkból, az iskola szempontjából, hogy a család és az iskola kapcsolatát elmélyítsük, behozzuk a szülőket, itt legyenek, lássák, milyen nevelési, oktatási folyamatok történnek. A másik cél pedig hát az, hogy nem csak az a feladatunk, hogy a gyerekeket matematikára, fizikára vagy angolra tanítsuk, hanem a közlekedés, helyes közlekedési normák betartására és ennek a megtartására is, és azt gondolom, hogy az ilyen rendezvények, ezek kiválóan szolgálják ezt a célt. Bacsó Tibor, a Sárospataki Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetője köszöntötte, majd örömét fejezte ki, hogy szép számmal neveztek a KRESZ versenyre a szülők és a diákok. Az alosztályvezető reményét fejezte ki, hogy a jelenlévők hasznos közlekedési ismeretekkel távoznak a megmérettetésről. A Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya is részt vett a Közlekedik a család vetélkedő szervezésében, ahol a közösségek elsőként egy kresztotót töltöttek ki, majd ezután az iskola udvarán felállított ügyességi pályán a résztvevők bizonyíthatták kerékpáros rátermettségüket. A szervezők érdekes feladványokkal, ügyességi pályákkal várták a gyermekeket és szüleiket. A Közlekedik a család vetélkedő sorozat, ez egy felmenő rendszerű vetélkedő. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság szervezésében zajlanak ezek az események, és erre ehhez csatlakozott a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság, illetve a Területi Baleset Megelőzési Bizottságok. Úgy gondoltuk a Sárospataki Baleset Megelőzési Bizottsággal közösen, hogy közösen szervezzük meg ezt a rendezvényt, és Vámosújfalui Általános Iskolára, illetve Vámosújfalui településre esett a választásunk. Ennek egy oka van, gyakorlatilag a Sárospataki Kapitányság és a Szerencsi Kapitányság zömének ugyanazt a távolságot kell megtenni, hogyha szeretne erre a településre eljutni, és nagyon szívesen fogadták a kezdeményezésünket, miszerint itt rendeznénk meg a mai versenyünket. Ezért örömmel jöttünk a Vámosújfalui Általános Iskolába, ahol, mint láthatjuk, szép számmal vannak érdeklődők, akik ezen a rendezvényen részt vesznek. Milyen feladatokat kell azoknak a családoknak megoldani, akik eljöttek ide Vámosújfaluba? Gyakorlatilag lesz egy gyakorlati része, ami egy kerékpáros ügyességi verseny, egy ügyességi pályát építettünk fel, illetve lesz egy kresztotó, amit majd ki fogunk javítani, és a két eredmény együttesen fogja eredményezni azt, hogy ki tudjuk hirdetni, hogy ki az, aki megnyeri ezt a versenyt. A győztes család jogosult lesz arra, hogy a megyei versenyen részt vegyen, ami május 16-án Miskolcon a Lóránfi utcán kerül megrendezésre, az egyik autószalonban. Gyakorlatilag ezt követően, aki a megyei versenyt megnyeri, mivel ez egy felmenő rendszerű verseny, az országos versenyen való részvételre szerez jogosultságot, és gyakorlatilag ez a verseny, ez Zsámbékon lesz a vezetéstechnikai tanpályán, ahol a nyertes család a verseny helyszínéről már a tulajdonát képező vadonatúj Skoda Rapid gépkocsival fog tudni távozni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen van értelme részt venni ezeken a versenyeken, nem is csak a nyeremény miatt, hanem elsősorban azért, hogy jó hangulatban, jó helyen, jó dolgokkal foglalkozhassunk. A verseny meghirdetésével a rendőrség azt a célt tűzte ki, hogy a közlekedők széles rétegeinek gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, utas figyelmét ráirányítsa a biztonságos és balesetmentes közlekedésre, és a szabályos közlekedő családokat példaként állítsa a többi közlekedő elé.
A különböző állomásokon kreszteszt kitöltése mellett kvízjátékot játszhattak, és egy motoros szimulátort is kipróbálhattak a versenyzők. A jó hangulatú, tanulságos vetélkedőn a Molnár család szerepelt a legeredményesebben, így ők képviselhetik a térséget a Miskolcon megrendezésre kerülő Közlekedik a család versenyen.